Nagyon szuper szerelésetek van. Gyönyörűséges. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Még egyet, a transzlokon nem lehet, hogy a gyerekeket transzlok teljesen. Gyönyörű, jaj de jó. Nagyon. Gyere, köszönöm. Igen. De szabad ülni. Nagyon. Igen. Azért meg. Na, gyerekek ide. Körbe gyertek, jó? Én állok. Én is állok, igen. Akkor én ügyetek a nyugodt helyet. Oda is legyen. Azt szeretném mondani, hogy az első feladatokhoz egy olyan gyerekre van szükségünk, aki nagyon ismeri a gyógynövényeket, ugyanis bekötött szemmel, megdörzsölve, megszagolva, meg föl kell ismerni 10-ből, amennyit tudtok. Ki az, aki vállalja ezt? Levente. Biztos, Levi. Jó? Igen, 100%-el többiek segíthettek, ahogy a növény nevét nem mondhatjátok ki, de leírhatjátok. Igen, igen. És én a kezébe adom, amennyiben nem megy neki, segítsetek, jó? Az első meg lehet, akkor nem tudjátok. Meg lehet dörzsölni utána, igen, csak mindegyiket ugyanabba a csoportba rakjátok vissza, tessék. Meg lehet dörzsölni, csak ne dörzsöl teljesen szét. Álva, jó? Nagyon ügyes vagy. Maria néni, számolod? Igen. Jó, akkor... Tessék, ezt is dörzsöld meg. Dörzsöld meg, mert az egy olajból tudja ki. Ez nem, hanem... Itt lehet, hogy a lányok tudják. Várj egy kicsit, mert nem tudom, hogy írjuk körül. Várjál, Levente. Azt lehet, hogy nem néztük. Megszabadhatom. Jó, akkor megmondom, ez volt a rozmarin. Igen. Dörzsöld meg. Milyen illat van? Vagy... Ezt fogja tudni. Lila a virága. Amúgy csak most ez mindegyik gyógynövény, nem tudom, a szekvőnek van egy valamilyen gyógyhatása. Tessék? Ez a? Akkor lehet, hogy tudtok segíteni. Azt még ne vegyél, addig nem, ez nem az. Jó? Gyerekek, de olyan sok idő nincs rá, hanem... Levente, ez anyának a kedvenc virága. Vagy nem is tudom. Igen, ez levendula. Ez a levendula, jó? Jó. Ezt így szedtem, mielőtt ide érkeztünk. Levi, tudod? Én tudom ezt. Segíthettek. Én is kérdezhetek? Igen, kérdezhetek. Ez ezt mondta igazgató? Igen. Akkor szekti? Nem. Levi, de körül lehet írni gyorsan? Igen. A teteje lila. De hát... A teteje az a virága. Egyébként összetett szó, a szó összetétel első tagja egy madár, ami más fészkébe teszi a tojását. Igen. Jó? Nagyon ügyes vagy. Nagyon jó vagy. Ja, igen. Ez. Levi, ezt tudni fogod. Ezt reméljük. Ügyes vagy. De jól dörzsöld meg. Szagold. Szerintem az anyukád szokott ilyet rakni a... Ez biztos. Le. Levegy. Hús le. Be. Ennek ilyen nagy... ilyen intenzív illata van. Én tudom. Most nem tudom a nevét. Várjál, hát el kicsikét még gondolkodj. Várjál. Én tudom, mi ez. Ez mondhatom? Igen. Kömény? Micsoda? Nem, ez az eller volt. Jó, akkor ez mi? Levi. Csak ez. Bozsolikó. Nagyon ügyes. Ügyes. Nagyon jó. Jó, akkor ez. Új, Levente, nagyon ügyes vagy. Az jól dörzsöld meg a levelét, és akkor nagyon jobban illatozik. Nem, ez nem az. De ez az. De. Nem. Az lenne, az egy jó dolog. Az ez, nem? Ezt vettek ki. Igen. Levi? Kicsikét tüskés a széle. Én azt mondom, hogy az olasz ételek fűszere, a pizza fűszere. Levente. Csak nem tudom a nevét. Levi. Vagy a milánói makaróninak is fűszere. Amit nem a tetejére szórunk. Tudod, Levente? Tudom már. Ilyen nagyon...
De már pedig szívem csak a nevét. Tippelj valamit. Tippelj. Tippelj el egyet. Jó, az a baj, hogy tessék, oregano, hogy na ezt viszont tudni fogod, az utolsó kettőt hagytam a végére, mert ez mindegyik ez annyira jellegzetes illatú. Levi, ezt tudod mi? Levente, ezt tudja. Nézd ki, de ezzel stresszeljük egyébként szerintem, igen. Levente, ez cukorkáknak szokott lenni. Bocsánat, illata. Limonád. Menta. Menta, nagyon-nagyon jó. Hallottad, én mit mondtam? Levi, ez csík. Ez? Vagy ez nem az? Én tudom. Ezt tűnni fogja. Szerintem is. Ez viszont egy citrusfélének a nevével kezdődik. Ó, Levent, hát ez nem érzed az illatát. De érzi, csak annyi illatot összeszedett most az órával, hogy itt egy citrusféle, ugye az egy mediterrán növény. Ezt is szoktak limonádéba. Limonádéba, Levi. Héja. Úgy kezdődik a... Citrom? Igen. De milyen növény neve? Citrom. Nem, hogy a nevét nem mondhatjuk ki, ez összetett szó. Az első tagja az, amit te mondtál, a második neve pedig, amit... Ami az udvarunkban szokott menni leírni. Írják. Igen, mondja. Citromfű. Nagyon jó, köszönöm szépen. Ennyi volt az első nagyon, feladat. Nagyon ügyes volt. Csak magyar, ennyi illattal az orrában nehéz. Hú, Levente, nagyon jó volt. Jó, akkor a Marian néni jön. Levente, nekem van zsöpkendő. Ennyit még senki nem talált. Egy nagyon ügyes vagyok. És mennyi a nap? Hát azt hiszem 5. Mi mennyit találtunk el? Még 3 rövid feladatotok lesz. De most az egyik feladatot. Csücsülj le, mert oda kell. Szavakat fogtok csinálni ezeken a papírokon, de egy kicsit trükkös módon, oly módon, hogy a magánhangzók kimaradtak belőlük. Jó, és próbáljátok meg akkor kitalálni, hogy melyek ezek. És utána 2 csoport lesz még. Tenger alatt. Oké, jó. Azt megkérhet. Jó, vagy azt megkérdem a magánhangzók. Csücs. Hány fél? Vizi bicikli. Vizi bicikli. Lizik. Oké. Nagyon ügyes. Jó. Na ez a leghosszabb. Tapasztalat. Nagyon ügyesek vagytok. Jó. Ez szerintem már nagyon könnyű lesz nektek. 10. Igen. Ki biciklizik. Oké. Okay. Jó. Ez pedig a 7.-8.-osoknak. Redox reakció. Azaz, nagyon ügyesek voltatok. Jó, kettő feladatotok lesz még. Jó, 2 képet kell kiraknotok. Jó, hosszú csapatok lesz. Ez a könnyebb, ez itt egy kutya fog kijönni. Csinálhatjuk a képen. Jó, a nehezebb, az pedig egy autó. Akkor a könnyebbet csinálj a kis sebbe. Jó, odaadom nektek. Jó, a könnyebbre. Körülbelül másfél képet. Itt az asztalon tegyétek össze, jó? Ügyesen. De hát nézd, De feléjük, hogy mennyi vagyunk. Ez a füle. Az üres. Várja nekünk, de itt kéne. Az üres az ideken. És akkor... Az a lábújja. Ez a lábújja. Igen, az a lábújja. És akkor az üres. Készen van. Nagyon ügyesek voltok. Ez ide jön. Most az már mindegy. Bocsánat. Maria néni, az összetett. Igen, légy szíves. Igen, igen. Azt össze, és akkor ebbe megkérlek ebbe a tasakba, ha belerakod. Ez szerintem ez egy ünnepi lesz, ez a bogár autó, nem? Igen, az a baj, hogy ilyen lukosabb lesz.
kutyát meg kiraktam. Ez nem ide kell? Igen, ügyesek voltak. De most az az eleje. Botan, ez az eleje. Jó, csinálom. Mi marad ki? Ez nem jó. Igen. Szerintem sem. Jó. Nem, ez a kereke. Figyeljétek. Nézzétek. Az a lámpa. Ez kell előre. Jó. Nem, ez meg ide levente. De a nem, az ide jön, az ide jön. Ez ide megy közé, nem? Ide. De. Hát akkor ez de akkor ez meg egyel arrébb megy, egyel arrébb. Nikó, menj arrébb, légy szíves, ha nem csinál semmit, mert elférni se lehet. Így. Nem? Valahogy kicsi oda kell. Jó. Ez így jó. Ez jó. Igen. Igen. Nem, ezt tudja, hogy ide megy a szélére. Hát. Jó, igen. Nem így, ez így megy a szélére. De Levent úgy jól raktad. Az mindegy, az hogy megy oda. Kiraktuk. Hogy jól lesz, megvan. Látom. Ó, ügyesek voltak. Oh. Igen, igen. Nagyon jó. Jó? Akkor ügyesek voltatok. Ha megkélek benneteket, ebbe tegyétek vissza, jó? Rendben. Mi szerakjátok, oké? Sok. Nem tudom. Ilko. Nem. Nikó, rakjad bele! Ügyesek voltatok, a gyógynövényben voltatok a legügyesek. Próbálkozni lehet, de mi nyerünk, a cél a szemünkkel. Jó napot kívánok! Gyertek kicsit közelebb. Azt szeretném kérdezni, Dávid, te is gyere, mert lehet, hogy pont te leszel most ennek a feladatnak a tudora. Na jó, gyertek. Azt szeretném kérdezni, ki az, aki úgy gondolja, hogy hát mondja meg, hogy bekötött szemmel, akkor ismeri őket, úgyhogy megszaglász. De nem, ne nézd most, akkor jön, akkor gyere. A többi segíthet azzal, hogy a növény neve ne hangozzék el, viszont a jellemzőit lehet mondani, hogy ilyen színű a virága. Megnyitott szemmel. Dörzsöld meg, mert ugye akkor lehet jól érezni. Zöld színe van. Zeller. Nagyon ügyes vagy. Következő növény. De nem mondjátok ki. Nem is tudom. Petrezselyem. Nagyon ügyes vagy. Azt a mindenit, gyerekek. Ez nagyon-nagyon-nagyon ügyes ez a gyerek. Egy nyitott szemmel. Jó, következő. Beled meg kezébe csinál. Mánta vagy citromfű? Most vagy. Melyik? Citromfű. Nagyon ügyes vagy. Hú. Azt a mindenit. Te, ezt mondod. Tanultál valahogy csak. Ezt is légy szíves, dörzsöld meg. Csak izére. Ez a mánta. Nagyon jó. Ilyen gyors még senki nem volt. Ezt nem biztos, de ezt is fogod tudni. Azt nem tudom. De. Azt nem tudom. Biztos? De. Jó. Akkor mondom, hogy olasz fűszer. Olaszok használják nyersen, frissen salátákra. Bazsalikom. Jó? Következő növényünk ez. Ezt fogod Sűrűen. Tudni. Levendula. Nagyon jó. Következő növényünk. Az a csuki. Hasonlít rá, azért adtam, hogy egy kicsit nehezítsem. Hasonlít rá az illat is, meg a kinézet is. Csak ennek nincs ilyen... Na, nem mondom, mert... Ezt nem tudom. Ezt lehet mondani, és az ezt nem tudom. Igen. Hosszúkás levele van. Úgy néz ki, mint a levendula. ez egy magyar fűszernövény egyéb, vagy a magyarok is használták. A legények ezt tették a kalapjukba, amikor udvarolni mentek. És látták a többiek, nem hívták ilyenkor a kocsmába őket magukkal, mert hogy... És tanultuk egy olyan, de... Hey, rozmaring, rozmaring, lesz a kattó, lamazing. Jó, mert ez majdnem, hogy... Jó, olasz fűszer. Pizzára rakják, vagy makaronira.
Ha lehet, hogy segíteni? Mentás jött. Hát, mit segítsük? Ment a bámbarat neki nagy. Ó, el fogja fújni. Tudom, mi várjuk. Valami bazsalikom. Hát én tudom, de a végét. Jó, ezt nem biztos, hogy fogod tudni. Ez ilyen raguknak a fűszere. Hát aztán nincs netes. Kinek van telefon? Kinek van? Ez a tárkony. Tárkony. Jó. Mennyi volt, Maria néni? Megy a Noel. Nagyon ügyes vagy. Köszönjük szépen. Leváltam. Igen, leveheted. Nagyon ügyes voltál, megdicsérlek. Mi voltunk a legjobbak is, mi voltál a legjobbak, jó? Nagyon ügyes volt. Még három rövid feladatod lesz. Kérj, mi a kármilyen? Tessék, hát most meglátom. Legyen kémia. Jó? Kémiában jó vagy. Az első feladat már, ha ide álltok, ide fogom rakni a papírokat, jó? El se kell mondanom a feladatot, már is tudjátok. Tényleg? Ki kell mondani. Jó? És... az elsőt már mondta is a mondtam, redoxi reakció. Mondom én. Beírom a következő. Nem kell beírni. Mi ez? Valamikor... ez is izé. Ez már nem kémia. Azaz. Azaz, mit tanít tovább. Kibicikli. Csak ugye itt látni egy vonalat utána, mintha lenne. Ide rakjad így. Kibicikli. Zik. Igen, oké, akkor megfogom meg. Köszönöm szépen. Itt annyit segítek, hogy ez egy szám. Ez valami 1999. Nagyon ügyesek vagytok. Nem látom a fejét, gyere már vissza. Oké, következő. Tenger alatt járunk. Nagyon jó. Ez hasonló. Vízibicikli. Igen. És a leghosszabb a végére. Tapasztalatlanabb. Bakot. Azaz. Összehoztam. Jó. És akkor kettő csapat, köszönöm szépen, kettő csapat feladatotok lesz még. Jó, azt kérem, hogy körbeállhatjátok az asztalt, hogy a szél ne fúj el. Két kirakós feladat lesz. Jó. Segítségképpen elmondom. Jó. Ez a könnyebb, tehát ezt a piciknek javaslom. Segítségként annyit, hogy ezen egy kutyus fog kijönni. Jó. A nagyobb a fiú csapat nektek könnyebb lesz, ezen pedig egy autó fog kijönni. Jó. De csak egyet többet tudok, mint te. Nem úgy van. Nincs még egy ilyen kerécú? Nézd, ez a tárkony. Az ablakát is irakjátok, az biztos, hogy segít. Az az ajtó. Meg két felé tegyétek. Igen, de akkor ez így van. De ne arra. Döntsétek el, hogy a Martin felé fog nézni, vagy felétek. Meg az ablakokat összerakjátok. Nézzétek, ott már jó párot kirakott Martin belőle. Akkor menni fog. Tibike, tehát ne arra tedd, mert erre fordítják. Kész kutak. Kész kutus. Noel még mindig elmondta. Ide valami ilyen cikas. Jó, tehát itt az ablakok, a feketék, ugye az ablakok, hogyha ott lennek. Ez így jó, nagyon jó. Itt is tényleg. Jó, jó. Ez mi? De ne lőgj már! Ne lőgj félre! Az a kerék! Nyilván az a kereteket tegyétek, kint is van még kerék. De akkor nem vett már fel! De nézd! Nyilván ez a bora szélet, tedd ide! Mindjárt, de nézd! Nem vett fel! De hát nagyon jó! Ez nem lenne így jó! Nem mondtam semmit! Ez így van! Van nagyon meg kisebb! Nagyobbak jönnek erre az oldalra! Felvetted már? Igen, de ez ugyanilyen! Tudom, hogy nem. Tehát az nem, az inkább a lába.
Na hallod? Nem így fönn. Most ez így hallja. Várjátok, kell a vége. Ez a vége. Tehát ugye keresed. Nem azért, de akkor ne lerakjátok úgy, igen. És akkor az jön ide. Vagy oda, hát mit tudom én. Az biztos, hogy ez ide jön. Ez jön ide. De ha megnézitek, jó. De akkor az ügyet meg nem jön. Hát igen, csak ugye toljátok össze rendesen. Jó, igen, az ügyet már jó. Oké, de nem így, nézzétek. Ó, igen, majdnem ugyanaz. Na, az a lényeg. Jó, lényeg. Oké, úgy tegyük. Na, várja ide is, kell egy ízé. Ilyen kerék. Nem úgy nem mutattak most látni a teste színét, a szerkezőt, a papadőt. Aha. Na, a fülem igen. Az, 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 ide, az ide. Nagyon jó. Várjál, ez ide nem jó. Ez már ide jó. Fenye oda. Ez ide nem jó, nem? Kész, ide jó, de jó. Kész. Az ugye jó. Csak van üres. Van egy kettő üres. Ez nem. Gyerekek, azt nem a menetlevél. A menetlevél hol van? Igen, úgy, ezt meg így ide be. Kész! Még ez kettőt idén azt meg. Csak oda, azt meg ide, kész, meg vagyunk. Kész! Tehát olyan jó kocsi, kész! Jön a vissza a Noel! Az hogy lenne már kész? Hát úgy, hogy készen van, csak el van csúszva te. Szuperek vagyunk! Maria néni, buszok kettő? Igen. Igen. Ja, nem, mert nem négyet. De a hatot eltalált, itt így kell nézni, nem úgy, hogy mit nem. Nem mennyit, igen. Na, bejárt a ungot belkem. Köszönöm, Tarana! Szívesen! És tudjátok merre kell, ugye Dávid figyelj arra, hogy ne menjenek itt a darazsak közé. Gyerekek, álljatok meg, egy fotót szeretnék készíteni, hogy mindenki benne legyen. Fanni, ne fordíts hátra, légy szíves! De egy mosolyt is elvárnék azért! Köszönöm! Jó napot kívánok! Az első feladat az lenne, hogy gyógynövényeket kell felismerni. Illat alapján bekötött szemmel ki az, aki úgy gondolja, hogy ő ismer néhány ilyen átlagos gyógynövényt, aki meg tudja állapítani, hogy melyik micsoda. Aki úgy érzi, hogy... Jó, lehet segíteni a többieknek azzal, hogy a növény neve ne hangozzék el. Minden másban lehet milyen színű, mire használják. Körbe kell írni. Jó, de azt ugye más, hogyha te itt most megdörzsölöd és megszagolod. Akkor körbe írni kell. Ez egy ilyen zöld színű. Anyukád rak ilyet a húslevesbe. Ó, ezt tudom. Én is tudom. Hát ezt fogjátok, jó? Fogjátok? Fogjátok, addig jó, mert elfújja a szél. Hát ha nem petreselyem, akkor milyen zöldet szokott még anya a húslevesbe? Most látszik, hogy ki az, aki ott sertepeltél anya körül. Jó, Zeller volt. Ez a második. Ez a petrezselyem. Nagyon jó. Harmadik. Ez. Manta. Majd citromfű. Na most melyik? Citromfű. Nagyon jó. Ez igaz. Én ezt nem tudom. Na segítsetek, miben szokott lenni ez a növény? Vagy oregano? Limonádé. Az ott van, vagy még... A menta? Igen. Igen. Nagyon jó. Jó, következő. Nem? Mindenre az van. Nem, ez nem az. Figyelj, ez egy olyan növény, amit a legények a kalapjukra szoktak tűzni, akkor, amikor udvarolni mentek a lányokhoz, és tudták, hogy nem lehet akkor őket elcsarni a kocsmába.
Ez minden paraszt udvarban szokott lenni. Én nem tudom. Ez a rozmarin. Ó, tényleg. Jó, következő. Segítsetek. Igen, ilyenekkel segíthettek, csak a nevét nem mondjátok meg. Olasz fűszernövény, amúgy. Oregano? Nem. De az is az, hogy lesz majd. Ez a bazsalikom. Jó? Ezt ismered. Eredetileg van ennek lila virága, csak még ez nem... Zsája. Nem. Nem zsája. Nem. Hanem szoktak ilyen fesztiválokat is csinálni, aminek ez a... Nem tudom hirtelen, pedig... Van allergiásra. És voltunk itt... Levendula? Igen. Voltunk együtt ilyen helyen, ahol ezt... Jó? Akkor most ezt említetted az előbb. Ez a zsája. Nem. Pakukfű. Nem. Nem. Az olasz. Ja, oregano. Oregano. Nagyon jó. Ez... És említetted, de most már ne... Zsája. Nem. Lila virága van. Olyan madár névvel kezdődik, aki másfél szkébe rakja a tojásait. Nem tudom. Naki volt kanyag a tóra. Mondtad, mindig azt mondtad legelsőnek. Mindig azt mondtad. Nem. Jó, megvan is. Ez nehéz. Ez be kell vallanom, hogy ez nehéz. Mi az? De Dörzsöl. Ez olyan magas a nő, mint amilyen magas én vagyok, és ilyen vad levesekbe, rangú levesekbe szokták, ahol tejszín van, meg citromlét levet tesznek vele. Tudom. És van egy helység, aminek egy betűjét megváltoztatva lesz ezen név. Mi a van egy falu név, amit egy betűjét megváltoztatva, kapjuk meg ennek a gyógynövénynek a nevét. Ezt nem tudom. Mi a falu neve? Tárka. Igen, és ez a növény akkor a... Tár. Fony. De már. Pedig eszembe jutott, mire... Talán néni, van valami a kezén? Nem, ott a tenyerén. Jó. Tenyerén. Hoppá. Ennyi volt. Köszönjük szépen, nagyon ügyes voltál. Ügyesek voltatok. Még várjatok, mert még lesz feladatok. Még rövid feladataitok lesznek, jó? Az angol lesz? A nagyobb főnek előadni. Az angol lesz? Elmondja Mariana. Nem, itt vagyok még az is. Szavakat fogtok látni, ki kell pótolnotok a hiányzó betűket, jó? Várjatok még. Azokat is mondjátok ki. Lerakom ide az asztalra, jó, hogy mindenki lássa. Találok mindjárt. Egy lesz, amit a 7.-8-osok fognak tudni. Bicikli. Jó, ez a leghosszabb. De nem látom. Mert kicsit, ha... Tapasztalatlanabbakat. Következő. Tenger alakjáró. Nagyon ügyesek vagytok. Annyit segítek, hogy ez egy szám. 1999. Jó. Következő. A biciklizik megint. Biciklizik. Ki biciklizik? És a 7.-8-osok részére egy... Redoxidrakció. Ez a redoxidrakció. Na, csak tudtam. Nagyon ügyesek vagy. Mondtam, hogy nekem jelenjen. Gyerekek, ne álljatok fel ide. A végére két egyszerű feladat. Itt azt hiszem, hogy én például látom. Mindenkire szükség lesz. Két képet kell kiraknotok. Ez a könnyebbik, jó? Akkor a kicsit a kisebbek. Jó? Segítségül annyit, hogy ezen egy kutyus fog kijönni. A nagyobb hírták a kutyusok. A nagyobb a kém. Itt pedig egy, de egy, hagyjatok a nagyoknak is helyet. Menjetek arrébb egy picit, jó? Ezzel pedig egy autó kijön. Menjetek arrébb, és akkor itt tudjátok. Itt a másik kutyus. Menjél arrébb, hogy elég! Nem félnek el.
Ez egy üres papír. Jó, figyeljetek ki a jövőben az a széles. Ebből mi lesz? Ebből egy autó. Miért mondjátok, hogy ennyi az, hogy menjen az ablakok alig? Simon, Bettike, menj arra, Móra, te is. Ez mi? Itt már megvan. Az oda. Nem, nem. Ez egy felé. Ez egy felé. Hát igen, csak kell nézzem. Kicsit toljuk. Az itt egy bele. Az így lesz. Jó. És akkor ez így lesz a tetején. Majd csak itt van egy ablak. Szerintem a... Na. Jó. Nem ide. Ez itt lesz. Nem, ez ide. Ez itt a lábán. Nem, ez itt jó. Ez itt jó. Ez itt pont jó. Igen. És ez meg a sima gomba. Ez itt nem jó. De az jó. Ez ott nem jó. Ide a farkán. Itt is van nálam három kerék. És akkor a sima gomba. Nem. Mert oda még kell valami. Aj, ez emiatt? Nem. Ez sem jó. Az ott nem jó. Igen, ez itt nem jó. Ez itt jó. Na? Azt fordítsák, ez jó. Ez valami kerék. Ez a széles kerék. Ez az autó. Mindjárt készen van. Másik oldal. Látszik egy pötty. De hülye három pötta. És van még egy, ami ablak. Igen. Annál a... Ez ide nem jó szerintem. Próbáljátok. Vagy de jó. De jó. Vagy nem? Vagy hajjon meg. Inkább. Van itt szerinted a szoba? Hát ez ide, nem? Szerintem is. Ez... Ez nem ide. Nem oda. Alulra. Alulra tudja. Ott is, ha megnézitek, van még ablak. Jó, akkor egy. Akkor szedjétek össze, jó? Erika légy. Ó, ez így van. Minden el van. A képen. Gyerekek, egy fotót szeretnék készíteni, álljatok meg, legyetek szívesek, jó? Mosoly, széles mosoly. Gyönyörű a pólótok, gyönyörűséges. Nagyon fegyelmezettek vagytok, ügyesek vagytok. Jó napot kívánok! Gyertek közelebb! Az első feladatotok az lesz, hogy gyógynövényeket kell fölismerni. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ő illat alapján, bekötött szemmel, fölismeri majd a... Nem nekem kérde, mert én azt ki az, aki megpróbálná ezt? Meggyere! Gyere! Tessék! Azt mondtuk, hogy nem érzem. Most nem érzel illatokat? Ja, benátás vagy? Nem. Allergia? Nekem is allergia. Megpróbálom most csak. Jó, nem álmasztam itt visszamentő. Egyiket sem ismerem. Lehet. Na ide, fél. Azért jön, aki ismer gyógynövényeket. Hát akkor én csak ismerek gyógynövényeket. Akkor gyere. Nem? Jó, akkor jössz. Oké. Gyerekek, lehet segíteni a Lénának, mégpedig oly módon, hogy a növény neve kivételével ne, az ne hangozzék el. Egyébként bármi más lehet segíteni, amit tudtok. Add oda, légy szíves, a üvegedet, megdörzsölöd, az orrodhoz emeled, és megpróbáld megállapítani, hogy mi ez, jó? Az petrezselyem. Nem. Még találgass, nyugodtan, segítsetek neki. De ne azzal, hogy elmondjuk, hanem mondjuk a petrezselymen kívül én szoktam a húslevesbe rakni ilyet. Megszagolhatok?
levelét, de nagy belevetve van. Igen, csinálok. Nagyobb levelei vannak, mint a peceseinek. Szerintem minden legyen. Segítsetek! Egy alapszínű. Ez tényleg az a olyan. Nem, zöld mindegyik egyébként. Jó, ez zeller volt. Jó, következő. Azt megszagoltam meg. Te is megszagoltam. A gyerekek, de majd oda tegyétek vissza, jó? Jó? Érzed? Megdörzsölted? Jó? Illata. Nekem is ismerős. Nem tudom megállapítani. Hát elég szomorú, hát pedig ez egyik leg... Ez mondod az petrezselyen. Nagyon jó. Köszönjük. Jó, következő. Törzsöld és... Micsoda. Milyen? Mi? Tényleg? De jó. Ha nézzem. Ilyen cukorka is van, bizonyám. Ezt ízesítik a cukor. Jó, gyerekek, nem veszük el. Jó? Jó? Nem megy? Van az, ami... segítetek? Van az, ami... A limonádéba. Ó, ezt a limonádéba rakjuk, van, igen. Az a... Nem. Nem? Más. Mit teszel a limonádéba a cukron kívül és a vizen kívül? Igen, és akkor van az, ami zöld, és a... Nagyon jó, megvan. Következő. Dörzsöld. Elmondtad ezt is. Előbb mondtad. Meg lehet szerelni? A limonádéval kapcsolatos. Jó, következő. Ez nem volt jó. Nagyon erős. Ezt te tudod mi? Nagyon jó. Írd körül neki, segíts neki valahogy. Hogy néz ki? Ez ilyen... Tudod, ez egy fűszer. Ilyen kis karcer, kis levelecskéi vannak. Egyébként ez egy régóta szereplő fűszernövény nálunk, és a legények ezt tűzték a kalapjukba, amikor mentek udvarolni, és akkor... Az lehet. Nem legény, hanem... Népdalokba sokat szerepel ez a növény. Rosmaring. Akkor jó, akkor jó. Tessék. Megillatoltad? Ebből szörp. Illatos. Még ebből. Jó, és beteszik a szekrényekbe is, hogy a molyók ne menjenek bele. Ez levendula. Bizonyám, jó. Akkor következő növényünk ez. Már nagyon megdörzsölték. Ja, nem vegyétek el tőle, mert egy kicsit megdörzsöm. Nem volt. Jó, olasz ételek fűszer növénye. Olasz. Ójaj, mi ez? Azt hiszem. Ez nem tudom, hogy minden. Bazsalikom. Akkor jóra gondoltam. Jó? Ez is olasz ételek fűszer növénye. Akkor a költözőt én azt nem tudom. Ez a... Ez a olyan már. Na és az szép csak. Oregán, nem is kell semmit látni. De ne vegyétek el tőle, most ő lesz a... Nem? Én tudom, hogy ez... Nem. Ez összetett szó, az első tagja egy madár. Akkor nem az. Nem, akkor a fecske. Nem? Hú. És a madár más de nem állat. A fű az már jó volt. Igen, nagyon jó. És az utolsó, ezt nem biztos, hogy fogod tudni, ennek nem olyan nagyon domináns illata van. Ezt ilyen vadragú levesekbe szokták rakni. Ilyen magasan növő növény, olyan magasan, mint én. Ilyen karcszerű levelei vannak. És itt mondtam el az előbb is, hogy van egy ilyen nevű helység. Komárom-Esztergom megyében csak egy betűjét kell megváltoztatni a növénynek, meg a falunak. Úgy hívják ezt a falut, hogy Tárkány. Jaj, tudom! És akkor mi a növény? Tár. Ha ide körbeálltok, szavakat fogtok látni ezeken a papírokon, de a magánhozók kimaradtra ki kell egészíteni őket, jó? De nem az próbáljátok meg, ugye? Nem. Nem kell kitalálni.
Lehet, hogy ez a leghosszabb. 1989. Na még egyszer. 1999. Jó. Ha itt tudod, akkor már itt is fogod. Igen. Kibiciklizik. Oké. Okay. Jó. Ez a 7.-8-osoknak. Kémia. Azaz. Nagyon ügyesek vagytok. Jó. És két feladatotok lesz még. Ehhez kell nekünk ez a két táska. Két képet kell a végén összeraknotok. Jó. Lesz egy könnyebb és egy nehezebb. Én a könnyebbet rakom. Akkor a kisebbet rakom. Akkor ide rakom, jó? Itt egy kutyus fog kijönni. Ezekből a képekből összerakjátok. És akkor egy kicsit nehezebb. Jó? Éppen egy segítségképpen egy autó fog kijönni. Jó? Belőle. Igen, nézzétek meg, van a széleiknél van egy vagy kettő üres előfordulhat. Jó? Azt a végén oda passzítjátok. És akkor próbáljátok ügyesen kirakni. Akkor több helyetek lesz is. És jó, csak jövök, és ide tudok jönni. Jó? Ez jó, hogy te próbáljátok a kereketet, meg az ablakokat, ha kirakjátok, az sokat segít. Utána már a kerekeket oda tudjátok. És ez? Mennyi bogár van? Hú, sok. Palacsintát meg lángos. Igen. Nem látjátok? Te mit teszel? Palacsintát meg lángos. Ja.
Igen, az ide. Az egész iskolában nincs más, akinek ilyen típusú étkezése van, mint neked. Top Tibi. Na, hogy haladtok? Rosszul. De ez ide jön. Megvan, megvan, megvan. Ez meg ide. Hűha. Haladunk. Oda. Nem, nem oda. De nem, várjál. De már elcsúsztatva. Ez így nagyjából jó. Ide nézd. Vele néni, ott van egy bogár. Az ott így. Nem látom sehonnan. Igen, ez meg ide. Jó lesz. Jó lesz, kesszám. Megvan. Kész. Jó. Kész. Ügyesek na, vagytok, úgyhogy akkor voltatok. Mennyi volt meg a gyógynövényből? Öt. Akkor két és fél, fél, és akkor 22 és fél, ugye? Igen. Mennyi volt ügyesek voltatok? 25 összesen. Jó, ügyesek vagytok, akkor kinek adhatok meg? 22 és fél pont ügyesek. Viszont látásra! Ja, én gyerekek látásra! Fölmentek a bőrbe és elfordultok majd balra, elmentek a főnöket útra. Jó, itt a bőrbe gyűlöt tessék végteni, megtaláljátok az Éva nénéket, utána meg majd az utcán.